kastélyszálló, interaktív múzeum vagy konferenciáknak helyet adó rendezvényközpont számos kastély és kúria újult meg az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az egykori romos műemlékekből igazi turisztikai látványosság lett több településen. Országos viszonylatban is kiemelkedő, ahogyan Szabolcs megye figyel értékes műemlékeire. Az elmúlt 5 évben a megyében olyan kastélyok, kúriák újulhattak meg, amelyek országosan védettek. Nem vitatott, hogy ezeknek a kastélyoknak és kúriáknak a legtöbbje régi pompájában tündököl, a felújításokat követően a települések kincseivé váltak, a hajdan romos és üres egykori nemesi rezidenciák. Az elmúlt néhány évben megfigyelhető, hogy elég jelentős az ingatlanpiacon is az érdeklődés a felújításra váró kastélyok és kúriák iránt. Így Szabolcs megyében is kerültek műemlékek magántulajdonba. A kastélyok, kúriák rekonstrukcióira jelentős uniós és állami forrást is biztosítottak, amelyekre az önkormányzatok pályázhattak. A kastélyok felújítása után meg kell találni az épületeknek azokat a funkcióit, amellyel biztosítani lehet működésüket és gazdaságos fenntartásukat. Jó marketinggel egy település turisztikai vonzereje is lehet egy felújított műemlék. Erre példa a nagyari Lubi kastély, vagy a kállósemjéni Kállai kúria, ahol a kastélykerttel övezett kulturális és épített örökség a település szívében helyezkedik el. Az Anarcsi Czóbel kúria szintén tavaly nyerte vissza régi szépségét, azóta is nyitva áll az érdeklődők előtt. Időszakos, tematikus kiállításokat terveznek, és múzeum pedagógiai célokra is használja a helyi közösség az Ibrányi Fráter kúriát, a Kisbarokk kastély szintén országos műemlékvédettségi épület, amelynek belső tereit nemrég sikerült korhűen helyreállítani. A kúriában a freskókat restaurálták, a berendezések és tárgyak között a megyei múzeum gyűjteményéből igazi különlegességek is megtalálhatók. Vendégemet köszöntöm a stúdióban, Szatmár István műemléki szakmérnök, jó estét kívánok! A műemléki szakmérnök szemével milyenek lettek ezek a megyei kastélyok, kiskastélyok és kúriák, hiszen ahogy itt a felvezető anyagban is szerepelt, csak néhányat tudtunk kiemelni, a felsorolás az vége láthatatlan lenne, hogyha az elmúlt 5 évre visszatekintenénk, de jó néhány kastély meg tudott újulni valamilyen forrásból. Igen, az én álláspontom szerint nagyon jól sikerültek a felújítások. Ennek oka az, hogy egy hosszabb előkészítési folyamat eredményeként jöttek létre ezek a munkák, és volt idő kijelölni, végig gondolni azokat a projekteket, amik megvalósultak itt. És többek között arra is gondolok, hogy volt idő a tervezőnek is, volt idő a üzemeltetőknek is, a projektgazdáknak is, hogy ezeket a dolgokat a helyére tegyék. Csak hogyha példaként említjük itt a kállósemjéni Kállai kastélyt, hát az is több éven keresztül húzódott, amíg most kialakult belőle egy nagyon szép, igazi enteriőröket tartalmazó gyönyörű kastély, amit szeretnek az emberek. Nagyon nehéz megtalálni azt a funkciót, amivel hasznára válhat a településnek, a közösségnek, vagy a helyi közösségnek, illetve tulajdonképpen meg is tudja őrizni eredeti funkcióját egy ilyen épület. Ez a legtöbb épület múzeumként is működik, tegyük hozzá, hogy némelyekből lett kastélyszálló és rendezvény központ, de a legtöbbje azért múzeumpedagógiai célokat is szolgál. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt a funkciót, amiben úgy lélekkel teli lesz egy ilyen épület. Igen, hát ez is olyan dolog, mint az mi életünk, hogy keressük a dolgokat, és aztán rátalálunk valamire, amire azt gondoljuk, hogy na igen, ez jó lesz. És többek között itt Kállósemjénben is egy ilyen dologról volt szó, hogy a Kállai családhoz kötődően, de mégis egy kicsit ilyen interaktív módon, mégis egy kicsit profitorientáltan próbáljanak létrehozni egy olyan kastélyt, amelyik legalább azt kitermeli, amiből fönn lehet tartani ezt az épületet. És ráadásul éppen a funkciója miatt ez egy közkedvelt épületté vált. Holott éveken keresztül ott állt, semmitlenül.
tulajdonképpen kell hozzá egy olyan csapat, aki tudja vinni egy-egy ilyen felújított műemléknek a menedzsmentjét. Ezt a szót kell, hogy használjam, hiszen azért a legtöbb ilyen felújított kúria egy turisztikai látványosság is egy-egy településen. Így van. Hát, említhetnénk itt a Narcson a Czóbel kúriát, ami szintén már borzasztó állapotban volt, és milyen ügyesen ráépítették a Czóbel családnak a történetére, ezen kívül a családhoz tartozó barátokra, a festő Mednyánszky Lászlóra, mindenkire, és azon kívül közösségi célokat is szolgál, mert a településnek a házasságkötő terme is itt működik, konferenciát rendeznek meg, minden egyéb. És ugyanez van Cégény Dányádon is, hogy ott is több célúan használják az épületeket, és azt látom, hogy ezek a projektek, hogy több célúan működnek, így képesek fönntartani önmagukat is. Az, hogy hogyan újultak meg, és milyen lett az arculatuk ezeknek a kúriáknak, kastélyoknak, természetesen kötött, hiszen az eredeti építészeti stílus diktálja annak az ütemét, menetét, és a stílusjegyeket meg kell őrizni, hogy hogyan újulhat meg egy ilyen kastély. Ilyen szemszögből, ilyen szempontból elégedette a műemléki szakmérnök ezekkel a felújításokkal? Igen. Egy ilyen felújítása sosem lehet 100%-os, mert most épült 1883-ban, egészen mások voltak a feltételek, mint 2014-ben, vagy 2015-ben, mikor ezt felújították. A tervezőknek, a kutatóknak, és azoknak a tudományos munkatársaknak pontosan ez a feladatuk, hogy a lehető legközelebb állóan próbálják föltárni azokat a motívumokat, kis apró nüanszokat, amellyel hitelessé válik az épület. Tehát mi tudjuk, hogy valamikor biztosan nem volt a Czóbel kúriánál is tapéta ajtó a kéményen, de azt a kéményen, amelyikben fűtöttek, azt most valamilyen módon hasznosítani kellett, és most oda egy tapétaajtó van téve, ami nem látszik egyáltalán egy belépő számára, de mégis hasznosítható egy olyan helyiség, amelyik korábban arra szolgált, hogy bejött a cseléd, bement ebbe a kis lyukba, és onnan fűtötte a kályhákat. Tehát nagyon érdekes kis dolgok ezek, és úgy gondolom, hogy ezeket, hogyha okosan és jól próbálja a tervező, a tudományos munkatárs, a kivitelező is természetesen csinálni, akkor ezek működnek. A legtöbb ilyen kúriának az is a célja, hogy több látogatót vonzon a múzeumba, és ugye itt is látunk néhány képet, hogy milyen egy korszerű és modern interaktív múzeum, ami mondjuk a fiatalabb generációt is arra sarkalja, hogy látogasson el a múzeumba. Ezek jól kiegészítik a régi elemeit egy-egy ilyen kúriának? Mindig el kell vonatkoztatnunk egy kicsit, mert azok az interaktív elemek, amik bekerülnek egy ilyen épületbe, azok nevezik infrastruktúra a múzeumban. Így van, azok természetesen meg kell, hogy mutassák, hogy mi most itt újak vagyunk, és ez arra való, hogy több információt lehessen belőlünk nyerni, és természetesen hiába van ott egy múzeumon keresztül végigvezető személy, sohasem tud annyi információt elmondani egy ilyen épületről, mint amit egy ilyen kis notebook, vagy bármi, amiket használnak ezek az elektronikai dolgok, ma már fantasztikus dolgokat tudnak. És nem csak a kastélyokban vannak ilyenek, hanem a középkori templomainknak a nagy részében jelen vannak ezek az elemek. Hogy bejön a látogató, egy gomnyomás, és elindul egy ismertető. Azt se tudja, hogy honnan, de elindul, és elkezdi mutatni az épületnek a régi állapotát, alaprajzokat mutat róla, gyönyörűen bemutatja az egész házat, és elkezdi érteni. Mert ott, amikor bevisszük őket, és elkezdünk beszélni erről a dologról, akkor az egyrészt szubjektív, amiket elmondunk, másrészt pedig lehet, hogy nem is érti szakmailag meg azokat a dolgokat, de vizuális módon kiválóan lehet látni. És ezért kellenek ezek az elemek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm szépen.